Szeretettel köszöntök mindenkit Pécsen, köszönöm szépen a meghívást és a jó szervezést. És szeretnék a meditációnk egy aprócska vonatkozására visszautalni. Az en azért érdekes, mert ezt a pillanatot hangsúlyozza, mint az egyik legfontosabb alapelemét a gyakorlatunknak. Miért? Nagyon sok olyan irányzat van, ahol látszólag könnyen és gyorsan transzcendens tapasztalatokat szerezhetsz. Érzékfölötti élményeket. Pusztán mentális utazást. És a zene nem ajánlja fel. Vajon miért? Amikor a légy zümmögését hallod, azzal a szándékkal, hogy visszatérj ebbe a pillanatba, akkor megérkezel ide. Lehet, hogy a tudatod egy része még a munkahelyen van. Otthon van, az utcán van, a misina tetőn van fönt, de ahogy hallgatod a légy zümmögését, egyre jobban megérkezel ide. Ez a gyakorlat természetesen nem függ a légy zümmögésétől, vagy bármilyen hangtól, de minden ilyet fölhasznál, amit láthatsz, hallhatsz ebben a pillanatban. És amikor teljesen megérkeztél ide, akkor már a csend is elég. Akkor már a térnek a puszta felfogása is elég ahhoz, hogy egy tiszta, tükörszerű tudatot tapasztalj, amely jelen való, amely helyesen ismeri föl a helyzetet, helyesen teremt kapcsolatot, és helyesen cselekszik, beszél, gondolkodik és érez. Általában írtózni szoktunk ettől a helyestől. Mert úgy tűnik, hogy valaki vagy valakik megmondják, sőt felolvassák, hogy mi a helyes, és ezt nekünk el kell hinni, és követni kell, és bele kell törni, bele kell szomorodni, és a többi. Az embernek a spirituális autonómia azon a fontos felismerésen alapszik, hogy minden ember, minden érzékszerfesz kötött lény képes a megvilágosodásra. Tehát saját erőnkből fel tudjuk ismerni, hogy mi a helyes. El tudunk jutni egy olyan tudatállapotba, amelyben kristálytisztán látszik pillanatról pillanatra, hogy mi az, ami szenvedéshez vezet, mi az, ami boldogsághoz vezet. Mi az, ami abban a helyzetben megoldja a problémát, és mi az, ami szépen újra termeli. Ezt hívjuk helyes helyzetfelismerésnek. Az emberi kapcsolatoknál is van helyes. Mi az, ami működőképessé tesz egy emberi kapcsolatot, akár páros, akár közösségi, akár munka, akár egyéb viszony legyen? És mi az, ami hosszú távú problémákat generál, és az ember azt mondja, hogy hol hibáztam, nem is tudom, de most már nagyon nehéz. Nagyon-nagyon bonyolult. És mi emberek általában a válsághelyzeteinkből és a megoldatlanságainkból szoktunk tanulni, mert ezek azok a pillanatok, amikor nem lehet elmenekülni. Illetve a menekülés nagyon drága. Tehát inkább visszatérünk ide ebbe a pillanatba, és amikor már kikerülhetetlenné vált a szembesülés, akkor szembesülünk a helyzettel és a helyzetet okozó tudatállapottal. A zen ilyen szempontból egy megelőző szerelés, egy olyasféle tan, amelyet, hogyha követsz, akkor megelőzheted azokat a kínos, válságos helyzeteket, amikor kényszerből kell szembenézni a pillanattal, a helyzettel, a kapcsolattal és a megoldatlanságokkal. Tehát, ha megérkezel ide, ha száz százalékig itt vagy, akkor tudsz egy olyasféle tudatot elérni, amely az életben, az életen túl, az érzékszervi kapcsolatban, az érzékszerveken túl egyaránt működik, nem függ az ümmögéstől, vagy annak a hiányától, nem függ a testben lételtől, vagy azt nem születettség állapotától, és ülve, állva, járva, fekve, testben, testen kívül, éberen és álomban, pontosan ugyanaz a tiszta tudat. Hát ezért nem ígér a zen nagyon spektakuláris transzcendens élményeket, mert csak az ide visszaérkezésre van szükség. Hogy érkezz ide vissza. Milyen áron, mennyit kell ellapátolni az útból, mire ide visszaérkezel, az a te karmát függvénye. Hogyha hatalmas falakat kell átütni, akkor azok néha nagy robajjal dőlnek le. Ekkor szokott ilyen áttörési élmény lenni, csak az emberek beleragadnak a törmelékbe, és elkezdik számolni, hány akadályt küzdöttem le, és a számlálás által már újra is építik azokat. Nagyon sokszor abba az ajtóba szoktunk ugye, beletörni kulcsot, amit leginkább ki nyitni, a saját önképünknek az ajtaját. Minél messzebb van az önkép az önvaló tapasztalatától, az önkép képzelete, elgondolása és megcsinálása igaz természetünk elérésétől, annál nagyobb a szenvedés. A zen tehát azt jelenti, hogy szüntesd meg ezt a kényszerű abstrakciót, szüntesd meg azt a gondolkodást, amely egy hamis önképet és ezáltal egy hamis világképet táplál, Érkezz vissza ebbe a pillanatba, láss tisztán, haj tisztán, cselekedj, érez, beszélj és gondolkodj tisztán azért, hogy ezt a különbséget, ami az önkép és az önvaló között van, ezt megszüntessük. Ami az illúzió és a valóság közötti különbség a habitusainkból, szokásainkból, félelmeinkből, akaratunkból, ez mind-mind tűnjék el. Az emberiség három nagy ösztöncsoportot követett, követ és fog követni mindaddig, amíg erre a bolygóra, ebbe a testbe inkarnálódunk. Ez a három nagy ösztöncsoport a túlélés, birtoklás és szaporodás ösztöncsoportja. Ezekkel nincsen semmi baj. De hogyha ezeket túlvezéreljük, akkor elképesztő szélsőségeket hozunk létre. Ha ezek nincsenek, akkor az ugyanolyan probléma egyénileg, családilag, társadalmilag. Tehát hol van az a középút, ahol a birtoklás nem sok és nem kevés? Ahol a túlélés ösztöne nem túl sok és nem túl kevés? Ahol a szaporodás ösztöne nem túl sok és nem túl kevés? Tehát mi az elég? Ez az a középút, amit nem lehet pusztán könyvekből kiolvasni. Ez az a gyakorlat, amit nem lehet dogmatikusan végezni. Az ennek alapelvei és tanításai vannak, de abszolút értékű verbális kijelentései nincsenek. Mindez azért van, mert felismertük nagyon-nagyon hosszú ideje, mind az 1700 éves koreai-kínai hagyomány, mind pedig a 2500 éves általános buddhista hagyomány gyakorlata során, hogy ami megnyilvánul, ami megjelenik, az mind relatív. Nem abszolút értékű, mert feltételekhez kötött, mulandó és tökéletlen, tehát befejezetlen. Amikor erre rálátunk, akkor az önképünk egy nagyon nagy része a papírkosárba kerül, mert nagyon sokszor szeretjük magunkat a valóság fölé helyezni, más emberek fölé helyezni azt gondolni, hogy ránk a törvények vagy nem érvényesek, vagy másképp érvényesek, vagy egy kicsi kivételt kaphatunk, vagy egy picike kis csodát fogunk tapasztalni azért, hogy nekünk más legyen. Ez az a beépített narcizmus, amitől az ember különlegesnek gondolja magát. És hogyha ezt elvesszük, akkor tudunk igazi képességeinkre rálátni. Akkor tudjuk igazi lehetőségeinket kibontakoztatni, mert amíg ez a kényszerű, narcisztikus Viszony fennáll, addig a sorsunk egy abszolút, változtathatatlan, végzetszerű alakot ölt. A kettő között óriási összefüggés van. Amikor pedig belátjuk a relativitását annak, akinek képzeljük magunkat, a sorsunknak a falai egyszer megolvadnak, és akkor lesz utunk. Akkor kezdünk el választani. Akkor kezdünk el igazán döntéseket hozni. Tehát amikor az önközpontú, önképépítő, önző viselkedésmód kezd megszűni, kezd alábbhagyni, szépen lassan elkezdett föladni ezeket a szűk szempontokat, akkor mindaz a bezártság, amitől úgy érzed, hogy egy változtathatatlan, kényszerű, valami vagy valaki, valakik által elrendelt sorsod lenne, az megszűnik. Innentől kezdve járhatsz az úton. Innentől kezdve nézhetünk szembe a problémáinkkal, a belső megoldatlanságainkkal, úgy, ahogy azok valójában vannak. Nagyon sokszor hallhatod ilyen tanítások elsajátításakor, hogy szüntessük meg az ellentéteket. Az ellentéteket nem szüntetjük meg. Az ellentéteket olyan alakra hozzuk, hogy azok megfelelően adjanak le energiát és információt, hogy táplálkozni tudjunk belőlük. Például a van és a nincs ellentétéből, a szeretem és a nem szeretem ellentétéből, és minden olyan paradoxomból, amit egyébként megoldatlanságként hordozunk magunkban. Miért van erre szükség? Látom a csodálkozó tekinteteket. Egyszerűen azért, mert hogyha az ember életében minden feszültség megszűnne, akkor meghalnánk. Nézd meg egy egyszerű elektromos eszközt. Hogyha nincsen a pozitív és a negatív között megfelelő feszültség különbség, ha nincs megfelelő ellenállás, áramerősség és egyéb paraméterek, akkor az az eszköz nem működik. De hogyha túl nagy a feszültség, akkor kiég. Ha túl alacsony, akkor teljesen leáll és halottként ott hever. Tehát mi az, ami bennünk feszül, és merre hajt ez minket? Ehhez kell a paradoxonjainkat, a megoldatlanságainkat olyan alakra hozni, hogy azok megfelelő módon működjenek. És ezt most nagyon nehéz elképzelni. De amikor elkezdesz gyakorolni, és az energiádat befelé fordítani, és a meditációs tapasztalata rálátni a karmádra, akkor felteheted a kérdést, hogy mi ez? Elsősorban mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik? Ekkor visszajuthatsz ehhez a tiszta tükörszerű tudathoz, amely a pillanatban való teljes megérkezéssel rokonítható. És ezek után feltehetsz egyéb kérdéseket. Például, mi a dolgom? Mi az utam? És amikor ez beáll, akkor látod azt, hogy mi az, ami már megvan, mi az, ami még nincs meg. Mi az, ahol már voltál életedben, és mi az, ahova el szeretnél jutni? Mi az, amit szeretsz, mi az, amit nem szeretsz? Ki az, akit szeretsz? ki az, akit nem szeretsz. És az ezek közötti feszültségek, ezek eljuttatnak téged valahová. És ezért az irányvételnek óriási jelentősége van. Hogyha úgy érzed, hogy nem abba az irányba halad az életed, akkor az ellentéteid, a feszültségeid sem megfelelőek. Hogyha úgy érzed, hogy lelassultál, mozgásképtelenné váltál, akkor valószínűleg nincs elég energia az életedben, akkor valamit nem vállaltál föl, nem kezdtél el, nem viszed végig. Ha pedig úgy érzed, hogy szétrobbansz, egyszerre húsz felé mész, akkor túl sokat vállaltál, nincs elég egyszerűség, nincs elég tisztaság, nincs elég fókusz az életedben. Megszületünk, felnövekszünk, aztán megbetegszünk, és meghalunk. Ez mindannyiunkra érvényes, kivétel nélkül és ezt nagyon nem szeretjük, a második felét azt nem. Ha megszülettünk, felnövekszünk, ezt általában szeretjük, a megbetegszünk, meghalunkat azt nem. Nagyon-nagyon ritkán vesszük azt tekintetbe, hogy ezek együtt járnak. Ez csak csomagban vásárolható. És ne bontsa fel az egységcsomagot. Tehát ez így, ahogy van, teljes. Mi ez a gond? Az, hogy nem vagyunk hajlandók tudomásul venni azt a helyzetet, amibe kerültünk a születésünk által. Tehát nem vagyunk hajlandók megérkezni ide, és amíg nem érkezünk meg százszázalékosan ide, addig nincs egy olyan transzcendens tapasztalás, amely megmutatja, hogy mi van a születésen és halálon túl. Mi az, ami a nem testesült, nem születő és nem meghaló tudat? És ezért a zen paradox módon, mert szeretjük a paradoxonokat, azt mondja, hogy te most legyél szíves elfelejteni a megvilágosodás és szenvedés dualitását. Hogy mit akarsz, hogy mi az, ami még nincs, te nagyon kellene. Hanem először vett tudomásul azt a helyzetet, amelyben vagyunk. Vegyük tudomásul az emberi lét alapparamétereit. És amikor ezt tudomásul vettük, akkor tudunk elindulni az úton, akkor tudunk igazából élni, mert akkor születtünk meg teljesen akkor vagyunk a testben teljesen. És nagyon-nagyon gyakran csodaszámba menő óriási jelentőséget tulajdonítunk minden olyan nem hétköznapi tapasztalatnak, amely ebből az életből elvisz, amely egy más világot mutat meg. És nagyon kevéssé vesszük tudomásul, hogy az ide való megérkezés, az emberi lét tudomásul vétele ugyanolyan fontos, mint annak a meghaladása. Miért? Mert ha nem vesszük tudomásul, ha nem sajátítjuk el, akkor nem tudunk ide visszatérni. Tehát nem azzal van a baj, hogy teszünk egy utazást valahol, ki tudja hol. Hogy egyszer csak úgy érzed, hogy nem köt az, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz és érzel. Nem ezzel van a baj hanem azzal, hogy nem tudunk utána visszatérni. És ha nem térünk vissza, azt hívjuk Darma-balesetnek. Hogy lehetett ez? Hát valami eltérített az útról. Az nem baj. Csak miért nem tértem vissza? Ha eredetileg sem tudom az utat, ha eredetileg sem vettem tudomásul az emberi lét miben létét, a születés és halál természetét, akkor nem tudok visszatérni egy transzcendens tapasztalat után. Akik a zen körrel már megismerkedtek, akár olvasmányaik, akár a videók alapján, pontosan tudják, hogy milyen veszélyes az, amikor ugye elindulunk a nulla fokról, az általános bebetonozottság és kérdéstelenség állapotából, és a 90 foknál rálépünk a tapasztalat útjára az intellektuális tanulmányok nagy részt befejezése után, és a 180 fok jelenti a transzcendens tapasztalatot. mely legtisztább formájában ehhez a pillanathoz vezet vissza. De az nem jelenti azt, hogy akkor már minden karmától megszabadultunk. Nagyon gyakran a 180 és 270 közötti szakasz az még terhelt. Az átalakítás, a transformáció még nem tiszta, és hogyha nem tudunk visszatérni a 360-ba tisztán, akkor valahol kint maradunk ebből a pillanatból. A léleknek csak egy része van a testben. És ez nagyobb baj sokszor, mintha el se indult volna. Mint hogyha nem hagyta volna el azt a komfortzónát, amit a nulla fok meghitt egoizmusa jelent. Amikor olyan jól érezzük magunkat magunkban, az összes korlátozottságunk, hibánk, önzésünk és minden mellett, az úgy ment, az úgy működött. És elindultam az úton, és minden megváltozott. És néha nagyobb konfliktusokat tapasztalok belül és kívül, mint annak előtte. És tapasztalataim vannak, de nem tudom hova tenni őket. Miért? Mert nem tudtam visszaérkezni ide. Amikor már nem magadért vagy itt, hanem másokért. A nulla és a 360 az nem egy hármasban és hatosban levő különbség. Az azt jelenti, hogy a teljes kör megvan, és akkor már bóthiszatvaként létezünk, akkor már a cselekedeteink, az érzéseink, a beszédünk, a gondolataink másokat szolgálnak, minden embertársunkat, és egyenlő mértékben magunkat is. Nem vesszük ki a képből az ént. Csak pontosan ugyanannyit ér a mi énünk, mint a másiké. Én sikeres megérkezést kívánok mindenkinek a gyakorlata során, és csak mellékszálként jelentem, hogy a buthának nagyon sok ugye, epiteton ornansza, tehát bevett attribútuma és mellékneve volt. Az egyik, a tatágata, szó szerint azt jelenti, hogy az ilyenségbe beérkezett. Amikor megszűnik a jó és a rossz abszolút értelmezése, tehát sorsszerű, dogmatikus felfogása, és meglátom, hogy az ékkék, a fűzöld, ez a terítő piros és egyéb színekben pompázó, a bot pedig barna. Ez az ilyenség megtapasztalása. Ez a beérkezés, ez a visszaérkezés, ez a pillanatnak az elsajátítása. Amikor Buddha ezt a tant átadta, akkor nagyon sokáig egy darma beszéd helyett ott ült a keselyű sziklán csöndben. Egy idő elteltével felmutatott egy szálvirágot, Ekkor Mahákás az egyik legközelibb tanítványa, elmosolyodott. Ekkor Buddha megszólalt. Rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a megváltó nirvána kapujával, melyet most átadok Mahákás Az a kérdés, hogy milyen tant adott át Budha Mahákás Miért mosolyodott el mahákás Valójában mit jelent az, hogy a Buddha felmutatott egy szálvirágot? és tényleg elhangzottak -e ezek a szavak, amelyek túl díszesnek és komponáltnak hangzanak ahhoz, hogy egy élő beszédben spontán elhangozzék. Úgyhogy ezen tapasztalatok csak is a gyakorlat által, a meditációs tapasztalás által érhetők el. Most pedig tisztelettel várom mindenkinek azokat a kérdéseit, amelyeket felszeretnétek tenni azért, hogy ezen az úton közösen járhassunk az a kérdésem az kapcsán is, hogy most itt késtem is, és valójában a munkám miatt késtem, és mindent a munkám elé helyezek. Tehát tényleg az életemet, és tényleg úgy érzem, hogy rapszolgál vagyok a saját életemnek, mert, mert magamat is alárendelem a munkámnak. Miért dolgozol? Pénzért dolgozom. Azért vagy rabszolga. Na, ez az. Tehát az, hogy pénzért dolgozunk, az rendben van. És mire költjük a pénzt? a, a... Havi dolgokra elmegy, a fiam most megy egyetemre, tehát végül is rá is sok. Tehát igen, ha én egyedül lennék, tehát már nem kéne róla gondoskodnom, aki 21 éves lesz most nyáron, akkor, akkor, akkor azt gondolom, mert ugye akkor derül neki, ha ez, akkor azt gondolom, hogy át tudnám rendezni a. Tessék a prioritásokat meghatározni. És így azt a kérdést föltenni belül, hogy mi a dolgom. Ezzel szépen hierarchiába rendeződik minden a lélekben. És akkor nem pénzért dolgozó, hanem azért, ami amihez pénz kell, és arra költöd a pénzt. Ez nagyon fontos. Jó? És nem pénzért dolgozunk, hanem pénzt kapunk azért, hogy megtehessünk bizonyos dolgokat az életünkben. Ez rendkívül fontos. Különben tényleg a pénz és a kapitalizmus rabszolgái leszünk, és dolgozni kell, fizetés kell, de utána azt alakítsuk vissza olyan energiává, olyan cselekedetté, amelyért érdemes élni. És innentől kezdve van utunk. Tehát mi a dolgom? És akkor elválik az, hogy ami a te dolgod, amire neked kell költeni, és ami a másik dolga, amire másnak kell költeni. Tehát ilyen szinten az emberi kapcsolatok irányadók. Ki, kivel, milyen kapcsolatban van? Milyen jelentőségű ez a kapcsolat? És ennek függvényében megy ez az energia ide és oda. Már én úgy érzem, hogy ez még dolgom, tehát ezt már így feltettem, hogy, hogy meddig és hogyan is, mégis meddig tart ez az egész, és, tehát és még úgy ne érzem, ne értsük hogy félre, dolgom. semmi baj a pénzzel, de a kapitalizmussal nagy baj van, mert az mindent pénzre vált, és úgy is akarja hagyni, és előbb-utóbb a pénzből egy abstrakció lesz, Lásd ugye Midas király problémája, és utána, amikor mindent abstraháltunk nullákká és egyekké, és elektronikus vagy egyéb ugye, mérőeszközökké, akkor egyszer csak eltűnik, és akkor semmink sem marad. Úgyhogy ezért vigyázzunk nagyon, hogy legyen kifutása az anyagi javaknak, valami emberi vé szépen alakítsuk mm -hmm. őket vissza, és akkor úgy érezzük, hogy ez a körforgás ez helyesen működik. Tehát ne álljunk meg annál, és legtöbbünk nem is tud megállni annál, hogy pénzt keres, mert nem tudjuk félrerakni, mert el kell költeni ahhoz, hogy éljünk. Tehát ez a dilemma, ez önmagában, hogy ugye túl sok pénzünk lenne nullák és egyek alakjában, ez legtöbbünknek nem merül föl. De ha már pénzt keresünk, miért keressük, hová tesszük, mi a legfontosabb, mire költjük. És ehhez az a kérdés, hogy mi a dolgom, az rendkívül jó. Nem az, hogy mit akarok, tízezer dolgot lehet akarni. De valójában mire van szükség? Kire van szükség? És ez nem szívtelenség, hogyha ilyen kérdéseket teszel fel. Tehát nem lehet szétpuhítani az életet, ez egy hamis együttérzés lenne, hanem fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi a dolgod. És ez az inkarnációs célral is ö, ugye számot vett, az élet részleteit is, és a fő vonalát is tisztázza. Tehát ezt hívjuk alkalmazott kérdésnek, amikor az eredeti mi ez kérdés hangzik el, akkor az egy alanyi irányultság, az az eredeti igazi önvalónk tiszta tapasztalata. Utána a helyes karma meglátása, a helyes cselekvés meglátása, az például a mi a dolgom kérdéssel. Nagyon jól elérhető. A Zen kérdez. Miért kérdez? Mert a kérdés kinyitja a tudatot a definíciók, dogmák és egyebek lezárják. Tehát, ha kinyitod a tudatodat egy kérdéssel, akkor előbb-utóbb az a válasz mellé szegődik, ami által az teljessé válik. Honnan tudod, hogy ő a párod? Onnan hogy nem mozdul el mellőled? És te sem mellőle. Honnan tudod, hogy egy kérdésre a válasz releváns, százszázalékos és relatíve egészet alkot? Onnan, hogy akárhányszor teszed föl a kérdést, Ugyanaz a válasz jön. Úgyhogy ezért javaslom ezt a gyakorlatot, és akkor előbb-utóbb rend lesz. Ha túlságosan mellé rendelt az ember gondolkodása, akkor nem tud dönteni, ha túlságosan alárendelt a gondolkodás, akkor nem tud társítani és társulni. És itt is egy középutas látásmód jó, ha érvényesül. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, amennyire figyeltem az előadásnál, hogy ami igazi nagy probléma, mondjuk az én esetemben, hogy az életfeladatnak a meghatározása, a saját életfeladatnak a meghatározása. Jó hírem van, nem kell meghatározni, az már ott van. Csak nem Ekkor láttunk felismerése. rá. Akkor a felismerése. A felismerése az, felismerése az a lapátolás, amivel a felesleges karmát elapátoljuk el az okay. úrból. Ezt értettem, amit elmondtál, csak nekem azóta gondolom, hogy azért ott van a szubjektív ego. Tehát nem biztos, hogy én jól látom meg a saját életfeladatomat, mert, mert azért ott van ez a szubjektív rész, és lehet, hogy öncsalásba keveredik az Honnan ember. Honnan tudjuk, hogy öncsalásba keveredtünk? Hát ez a kérdés. Elmondom, hibázunk. Tehát ha ránézel a hibáidra, akkor nagyon jól látszik, hogy hol tévedtél az életutadat illetően. És ezekből a hibákból kell tanulni, nem pedig úgy tenni, mintha meg se történtek volna. Ugyanolyan barátaink azok az emberek, akik megtanították nekünk, hogy hogyan ne éljünk, mint azok, akik megtanítják, hogy hogyan. Ugyanolyan barátaink azok a hibák, amelyektől visszariadtunk és visszahőköltünk, és azt mondtuk, hogy soha többet, soha többet így nem akarok beszélni, cselekedni, érezni és gondolkodni, mint azok a nagyon pozitív példák, amelyeknek azt mondtad, ó, hát ha én ezt követni tudnám, és követem, és akkor is, a többi, jó? Ezekre szükség van. Elmítettem a bevezetőben a megfelelő feszültséget. Itt is erről van szó. Tehát nem nagy rejtély ez, csak szembe kell nézni önmagunkkal. A zen nem ad semmit, hanem elveszi azt, amire nincsen szükséged, illetve a zen segítségével te dolgozod le magadból azt, amire már nincs szükség. Tehát van egy ilyen alaptanítás, hogy anélkül, hogy különleges tudást sajátítanál el, már teljes vagy. Tehát az útban lévő ragaszkodásokat, felesleges karmát, hamis önképet, meddő illúziókat, ezeket kell eltakarítani az útból, és akkor az ékkék, a fűzöld, a víz, vízízű, a sör pedig sörízű. Tehát ez azért fontos, mert ha valamit várunk például, és mindenáron meg akarjuk szerezni, mint vallási ideál, és nagyon sok olyan mozgalom van, ahol ezt eléd rakják, és nagyjából ahhoz hasonlít, amikor az okos kocsis nem üti a lovát, hanem az ostor végén egy marék sárgarépett belógat a lovak elé, és elindul a szekér, vele együtt a kocsis, az ostor és a sárgarépa. És amíg megy a szekér, addig szépen a lovak el akarják érni a sárgarépet és valahol sose fogják. A zen az azt jelenti, hogy a lovak egyszer csak intelligensek lesznek, és hátra néznek, és ledugják a kocsist a bakról. Leesik a répa a földre, és meg lehet enni. És ez a kocsis ez nem egy külső személy. Ez az a helytelen akarat, a sehova nem vezető vektor, amelyel el akarsz érni valamit, ami már egyébként a tiéd. Ezért a kínaiak feltették azt a kérdést, és ez a tíz bika történetben nagyon szépen kijön, hogy hogyan találhatnál meg egy olyan bikát, aminek már a hátán ősz. Ez gyönyörű. És itt, aki ismeri a 10 vagy 11 tagú sorozatot, arra szeretnék utalni, amikor csak a tájkép látszik. Nincs bika, nincs ember, nincs kötél, mint kötőerő, nincs fuvola, mint zene, csak a tájkép van. Tehát ide kell visszatérni, amikor már elvész az, aki keres, elvész az, amit keresek, és marad ez a pillanat így a maga tisztaságában. Tehát a zen elveszi az illúziókat, elveszi ezt a kettősséget. És ezért szokták azt mondani, hogy az ember nem kaphat semmit. De ez nem így van, mert ami kell, az már megvan, csak az odavezető út nincs letisztázva. Hatalmas nagy karma hegyek állnak az útba, azokat szépen ellapátolom, és akkor megyek egyenesen. Milyen lenne az, hogyha tényleg meg tudnál szabadulni a múlt minden traumájától? Helyre tenni azokat a tapasztalatokat, és irányba fordítani azt az energiát, ami eddig cikcakban ment, vagy esetleg önmagát pusztította, vagy valami egyebet épített, mint amire szükséged van. Na most, ha ezt megadod magadnak, akkor a taoista mondás értelmet nyer, a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Tehát ez azért fontos, mert a zennél ez a fajta karmikus tisztulás, ez nem kellemes. Ez a szellemi gyakorlatnak a felnőtt változata a zen meditáció el tudod igazítani a múltat úgy, hogy abból megfelelő jelen és jövő legyen. A Gyémán szutra azt mondja, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. És akkor visszamész a meditációs terembe, és gondolkozol rajta, és rájössz, hogy akármennyit gondolkozó rajta, nem fogod megtalálni a választ, sőt, a gondolkodással még nagyobb hegyeket emelsz, amiket később el kell apátolni. Tehát az ember leszokik az ellentétekben való abszolút érvényű gondolkodásra. Visszatér a gondolkodás elé egy tiszta, tükörszerű tudathoz, amelyik nem csak egy öncélú valami, elkezd működni, elkezd tükrözni, elkezd egyéválni helyzetekkel, felismerni kapcsolatokat, felismerni látásmódokat. És akkor meg tudsz oldani olyan helyzeteket, amelyről korán sem hitted, hogy meg tudod oldani. És mégis. Miért? Mert azt a kulcsot addig nem reszelted ki, amivel az a zár kinyílik. Ez a kulcs, ez az éntelenedés, ez az ajtó a pillanat, a tapasztalat a gondolkodás kényszerétől való megszabadulás, és az ajtó túloldalán az egyszerű és tiszta van, a bonyolult és szenvedésteli helyett. A mai egoista világunkban, tehát nem, hát amilyenkvel ugye ebben élünk, hogy mi a, mi a középút, tehát mi az a helyes gyakorlat, amit úgy vélsz, hogy, hogy egy járható út? Mitől lenne egoista ez a világ? Hát mindenki sztár, mindenki megvalósítja magát. Ettől? Nem csak ettől. Még hát mitől? Azért, mondjad. mert az egyén nagyon magára maradt, és, és nem éli meg az egységbe tartozást leginkább ettől szerint. Közelítünk, közelítünk. Mondjad még, mitől egoista ez a világ? Azért, mert nem érezzük a, a teljességet és a, a bőséget. De, hát most nem magam nevében beszélek, hanem az emberek többségével. Ne? Mert én érzem. Te érzed? Hát akkor neked nem egoista a világ? Nekem nem, csak akkor van a probléma? is nehéz egy, egy, jól, egy jól látható gyakorlatot Igazából nem, nem igazából látok jól működő gyakorlatot, hogy hol van ez a szerény, szerény, de egyben mégis sikeres egyén, aki a közösséggel együtt és a közösségért él. Számodra mi a jól működő gyakorlat? Én azt gondolom, hogy összekapcsolódni a mindenséggel, és ugye folyton ezt a, ezt az információt halva működtetni az embernek. és Ezt a mondatot a úgy kezdted, hogy én úgy gondolom, hogy. Igen. Ez most egy önközpontú mondat volt, vagy sem? Nem, ez az én véleményem volt. Tehát a saját véleményed az önközpontú, vagy sem? Hát egészséges mértékben önközpontú, tehát nem fogom ráöltetni a másik emberre, de attól még azt gondolom, hogy nem, nem egy vélemény, nem csak az én véleményem, hanem többek véleménye is. Mitől egészséges ez a vélemény? Hát, hogy ezt az utat járva jól érzem magam. Az, hogy én jól érzem magam az önközpontú, és vagy sem? És akik körülvesznek, azoknak is jó Na, ez. Na, közelítünk, hogy akik körülöttem vannak, vagy talán az egész világ jobban érzi magát Jobb attól, hogy én ezt az utat járom. Tehát az, hogy valaki sztár lesz, meg gazdag lesz, az miért lenne probléma, ha az ebből származó hírnevét, jövedelmét, befolyását és egyebet közjóra is tudja fordítani, hogy felajánlja esetleg másoknak. Nézzünk szembe azzal, hogy nagyon-nagyon más karmával születik le ide egy csomó ember, mint mi. És gazdag lesz, híres lesz, sztár lesz, ilyen lesz, olyan lesz. Ez önmagában nem csinál belőle önző embert. Néha a szegénységbe bezárt, és hónapról hónapra élő ember tud rendkívül önző lenni, nehezen elképzelhető, de tényleg így van. Tehát az nem jövedelmi hányad és nem társadalmi státusz függvénye, hogy valaki önző vagy sem. Az annak a kérdés, hogy mennyire köti meg a hozzáramló energiát, és mennyire ajánlja föl másoknak. Ha éhes vagyok, eszem, de mennyire adok enni másnak, ha ő éhes? Ez a kérdés. Ez a világ nem egoista, vagy pedig annak az ellentéte. Ez a világ olyan, amivé tesszük. Tehát minden napi cselekedeteinkben, gondolatainkban és érzelmeinkben és beszédünkben dől el, hogy ez a világ milyen. Tehát ez a világ nem jóra vagy rosszra van konfigurálva. Ez egy hatalmas nagy gyakorló nekünk embereknek, hogy mivé tesszük ezt a világot és vele saját magunkat. Az már teljesen a mi dolgunk, hogy ezt a középutat, ezt az egészséges nézetet elérjük, fenntartsuk, ahol magunk és mások egyenlő módon lesznek fontosak, ahol nem teszünk lényegi különbséget az egyik és a másik között, de az egyik az egyik, a másik a másik. Ami a te dolgod, a te felelősséged, a te szabadságod, az a tiéd. Ami a párodé, az a párodé. De ezt egy teljes egységtudattal és teljes kapcsolattal, teljes sávszélességgel látjuk, tapasztaljuk és műveljük. Az az igazi kulcs, hogy mondjunk le az abszolút nézetről. Mondjunk le arról, hogy ez a világ egoista, determinált, teremtett, meg ilyesmi. Ezek könnyű nézetek. Ezek által elmenekülünk bizonyos szembenézések elől. És hogyha lemondunk ezekről a nézetekről, akkor kezdjük el úgy látni a világot és magunkat, ahogy valójában van. Ahogy vagyunk és ezek után tudunk megfelelően teremteni. Jó? Tao Tekingel kapcsolatban némi hasonlóságot véltem, én nagyon sokat A Tao Tekingre gondoltál? Igen. És az hát egy a király? Az út és erény könyve. Na hát, igen, most már ismerős, mondja. <laughs> és a taoizmus. Tehát, hogy itt, itt több olyan az egyszerűséggel kapcsolatban is. Akkor a botot, ahogy tartottad a kezedben, ugye abban is van egy ilyen -e sok mindenről emlékeztetett engem a taoizmusra, és hogy mi a különbség valójában, mi a hasonlóság, ezt ha lehetne pár mondatban. Üljünk itt reggelig a hasonlóságok Nem. és Nem a különbségek elemzését kikerekítendő? Nem, én kíváncsi lennék az alapvető különbségre, meg hasonlóságra, hogyha lehetne egy mondatban mindegyiket. Ez az ütés taoista volt, buddhista volt, vagy zen volt? Mondjad. Ugye ez a csendes sokkal jobb, mint hogyha megszólaltál volna, de a válasz még így nem teljes, csak nem követél el hibát. A lényeg az, hogy történetileg a buddhizmus és taoizmus találkozásából született a zen. Azaz csan, előtte csanna, előtte gyána. És a buddha idejében nagyon sok féle tanulmányi módszer létezett, akik később a szutrákat, az írásokat tanulmányozták, ők lettek a mesterek vonala, a gyánából pedig lettek a meditációs vagy zenmesterek. A gyána az pontosan ez az egységtapasztalat, ez az egészségesség, ez a kiegészülés, amire utaltál a kérdésedben oly ügyesen. Tehát ha ez az elmérdés tapasztalat megvan, akkor megvan az egyévállás is, és ezzel a világ valódi természetét felismerjük, mert a magunk valódi természetét felismertük, hiszen ez a lényegiség a világban, a másik emberben és bennünk ugyanaz. Na ekkor adhatunk hálát a taoista remetéknek és a buddhista bodhiszatváknak, hogy találkoztak Kínában, és hosszú évszázados kezetrázás következtében a zen, mint egy egyszerű és tiszta technika nagyon szépen kifejlődött. Tehát nyoma sincs annak az elképesztő intellektuális struktúrának, amely úgy feszül a két part között, mint egy gyönyörű híd. Ezeket szoktuk szeretni. De a zen pontosan azért, mert lépésről lépésre, koanról koanra, pillanatról pillanatra halad, sokkal inkább ahhoz hasonlít, amikor látod a túlpartot, látod, hogy hova akarsz menni. Te bedobsz egy követ a vízbe, rálépsz, utána dobod a következő követ, és megint rálépsz, és utána a következő követ, és megint rálépsz, és ezáltal magad építed meg az átkelést, és mire átkelsz a túlpartra, addigra nem vagy ugyanaz, mint amikor az voltál, amikor elindultál. Ez azért fontos, mert a magunk változását tudjuk a legnehezebben elfogadni. És hogyha merünk kiegészülni, akkor merünk változni is. Ahogy azt az előbb mondtam, nem arról van szó, hogy a jelenlegi hagymarétegre kell egy újabb hagymaréteget tennünk, sőt, inkább lefosztjuk azt, ami van, és eljutunk a hagyma gyökereiig, amik nagyon máshol van, mint az a sok-sok személyiségréteg, amiket visszünk magunkkal. Úgyhogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Én a picasso hallottam egy nyilatkozatát arról, hogy megtanultak adémikusan festeni 12 éves korára, az egész élete meg arról szólt hogy újra gyerek legyen. Hogy köze van ennek a gyerekléthez, vagy ez valami hasonló? Hát a legnagyobb nyugati bóti szatvánk mondta, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek kapuján. És ez egy gyönyörű hasonlat arra, hogy fel akarod érni az élettől és haláltól való szabadságot, ahhoz egy újra, újra gyermeki, egyszerű és tiszta gondolkodásmódot, látásmódot érdemes elsajátítani. De az újra az hangsúlyos fel kell nőni. Nem lehet gyermeknek maradni. Tehát ugyanezt, amit mindenki szépen tapos, ugyanezt az iszapot sajnos meg kell látni, tapasztalni, rusnya nagy felnőtté válni, és abból szépen visszaegyszerűsödni, visszanemesedni egy gyermeki, egyszerű, tiszta látásmóddá, létmóddá. Hogyha tartható lenne a gyermeki tudat, akkor nem lennének ilyenek a felnőttek. De nem tartható fel kell nőni. Meg kell tapasztalni a szenvedést, a problémákat, a boldogságot, a gazdagságot, az inséget, mindent, a kettősségek ránk méretezett halmazát, és akkor utána meghaladni azt, utána visszaegyszerűsödni. Az egyik darma beszédedben hallottam számomra meglepő kifejezést, tehát úgy hangzott, hogy amikor megtisztítjuk magunkat, akkor nem a külső hajat kell levágni, hanem a szívünkből a szőrszálakat kihúzzá, kihúzgatni, mert akkor érzékenyebb és erősebbek leszünk. Úristen, te ezt leírtad? Én ezt leírtam, mert az ember megdöbbentett, hogy előbb-utóbb akkor ilyen könyvek fognak megjelenni, az emberek ragaszkodnak hozzájuk, és én el fogok ebben pusztulni. Most akkor mi a kérdésed? Nekem Mondjad. véges a memóriám, úgyhogy nagyon-nagyon véges, úgyhogy leírtam. Tehát, hogy érzékenyebbek és erősebbek leszünk. Így van. Ez a lehetőség fennáll, hogy érzékenyebb és erősebb, mind a kettő együtt. Ez most miért furcsa? Nekem az furcsa, hogy az érzékeny ember az nagyon-nagyon sérülékeny, nagyon védtelen. Ezért nem szokták szeretni ezt az ideát, vagy ezt a fajta létállapotot, és a meditációs tapasztalat bemutatja, hogy erre így nincsen szükség, és ez nem egy determinált, gyenge, de érzékeny állapot. Tehát lehet erősnek és érzékenynek lenni egyszerre. Lehet úgy élni, hogy erős központod van, de szuper érzékeny a gondolkodásod is, az érzelmed is, mindaz a percepció, ami az érzékszerv és az érzékszerven felüli síkokhoz egyáltalán kapcsolódik, és onnantól kezdve, hogy ez az érzékenység megvan, és ez a nem mozduló tudat is megvan, utána a további helyes minőségek is megjelennek. Csak ne essünk a ló egyik vagy másik oldalára. Az erős, duvad, érzéketlen, borzalmas az az egyik. A másik, a szuperérzékeny, nagyon gyenge, nátszálvirág, hozzászólók, berodjik, stb. nem jó. Egyik se jó. Mi lenne, hogyha ezeket az ellentéteket szépen harmonizálnánk, ezeket a minőségeket kiegészítőként és nem kizáróként fognánk fel, és akkor már is sikerülne egyfajta egészlegesebb élményt adnunk és kapnunk? Ha nem hal meg bele, akkor megerősödik? Ezt most nem hoznám ide, mint hasonlatot, mert úgy tűnik, hogy megnehezíti a gyakorlatot. De egyébként így van közben nem olyan, hogy ha nem öl meg, akkor megerősít. Ez ennél sokkal békesebb. Sokkal hétköznapibb. Tehát nem kell ilyen elképesztő spirituális kockázatokat vállalni belül, hogy most Úristen, mi lesz velem, ha leülök a párnára. Semmi esmi nincs. Ez a rosszul felfogott vallásos romantika. Tehát leülsz, és szépen teszed a dolgodat, mint a saját mentális közmunkásod. Napról napra reggelről reggelre, estéről estére. Ennyire egyszerű. Hogy közben mi történik, teljesen mindegy. Ami megjelenik, az eltűnik. Ezért nem fontos. A meditációs gyakorlatban megtanulod azt, hogy hogyan lépj a magad által festett vászontól egy lépést hátrébb, meglásd a kezedben az ecsetet, és hogy milyen színt keversz, és hogy azt a színt hova fested. Ez ennyire egyszerű. Tehát nem kell túl dramatizálni ezt, egyszerűen azért, mert ez is félrevezetheti az embert. Az erőset is, az érzékenyt is. Tehát, ha elolvasod a szívszutrát, látod azt, hogy ha a tudatban nincs akadály, nincs félelem sem. Tehát, ha félsz, akkor az valamilyen tudatbeli akadályból fakad. Elmozdítod az akadályt, Elmúlik a félelem. Nekem ilyen praktikus kérdésem volna, hogyha elmegyek elvonulásra és megtanulom a technikákat. Hogy mi a javaslatod, hogy a civil életben uh, hogyan a leghasznosabb, tehát naponta hányszor gyakorolni? Egyszer? Mond, csak. Naponta egyszer, egyszer, igen. 24 órán át. Jó, de tehát mondjuk ülésben lenni, vagy csak a tudatosság, amit. Mit szeretnél? Szeretnél ülésben lenni, mint például a buszon, villamoson, autóban? Na, nagyon jó. Ülésben láthatatlanul tudsz a tantienre összpontosítani úgy, hogy a kezedet nem mahamudrában tárolod, mert akkor az utazóközönség rád néz, és azt hiszi, hogy valami bajod van, műtét után, vagy, vagyis nem tudod visszatartani az alhasadat. Jó? Tehát ez szépen rejtetten ott köldök tájékon te összpontosítasz, esetleg így ráteszed a kezedet, és lefelé nézel, teljes tértudatossággal figyeled a lélegzeted, és kikapcsolod ezt az állandóan ketyegő óra dugó gerincű felpattanót. És nagyon-nagyon érdekes tapasztalatokhoz juthatsz, mint például a energiaszint emelkedés, megnyugvás, akadályok elhárulása, nem belemenés a szamszárikus birkózásba mentálisan sem, mert onnan jön aztán a többi. Igen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz nagyon-nagyon rendszeres, formális gyakorlatra is szükség van. Igen, ez volt a kérdés. És ez reggel és este jó, hogyha megtörténik, és utána a technika megváltozik, de a tudatosságot kiviszed az utcára, aztán vissza be a szobába, és éber vagy. Ez nagyon fontos, hogy ez az éberség, ez nem egy ilyen belső rendvédelmi erő. Tehát nem alakítunk ki egy tudati rendőrséget, mert ez egy másik regény. Az nem a zen regény, az egy másik regény. És az éber, tiszta tudat, a tisztán látás, tisztán hallás, tisztán gondolkodás, tiszta érzés, tiszta beszéd, cselekvés, ez az, ami a gyakorlat. Az összes többi technika, és fontos a technika, hiszen a pohár segítségével iszom meg a vizet. De nem a poharat iszom meg. Tehát ne ragaszkodjunk a pohárhoz, mert néha kancsóból kell, van ilyen, vagy egy kisebb pohárból vagy porcelánból, aztán üvegből, aztán egy régi fa pohárból. Tehát nagyon sok élethelyzet van, de a gyakorlat lényege minden élethelyzetben ugyanaz. A hát gyakorlat nekem fontos, hogy egy rutinná váljon, vagy egy életmóddá a tudatosság, mert most ez hiányzik. Nagyon sok, sokszor vagyok zavarodott, sokszor nagyon sok a gondolatom, és amivel a legnagyobb gondom van, az elköteleződés, mert érzem, hogy annak a határára értem, hogy vagy a régi zavaros életemet élem, vagy pedig hát látom, hogy ez mi. És, és hogy ebben van-e valami segítség. Van. Valami a saját tapasztalataid segítsenek, hogy elköteleződj. Tehát csak a saját tapasztalataid függvényében köteleződj. És nem azért, mert az jól néz ki, vagy jó dolgokat sugal, vagy szimpatikus, vagy egyebben. Ez az életem, ezt tudom. Ha érzed, és ha tapasztalataid is erre vezetnek, akkor az elköteleződés nem nehéz. Mert akkor csak a múlt szokásai tartanak vissza, amelyek egyébként sokkal kaotikusabbak és működésképtelenebbek, stb. stb. Tehát, ha ránézel, hogy mi az, ami visszahúz, akkor azt is meglátod, hogy nem akarsz oda visszamenni. Tehát a szokások horgát szépen kiakasztod a rutinból, és egy másik rutinba ülteted át. Tehát szokásokból épülünk föl. De milyen szokásokat építünk föl, amelyek aztán visznek tovább minket? Szunkszenzen mestert megkérdezték, amikor tényleg elképesztő keményen gyakorolt, és minden nap több száz leborulás volt olyan időszak, amikor ezer leborulást csinált naponta, főleg nyugaton, amikor ott a darmát tanította, hogy megfelelő energiával menjen át. És megkérdezték, hogy Sir, miért borul le ennyiszer? Azt mondja, én? Én nem borulok le. És akkor nézd, á, nem mondja, már hát tudjuk, hogy mit csinál, halljuk meg minden, és tudjuk, hogy mi van. Azt mondja, hát én csak egy robotot építek. Robotot? Ugyanígy nézett mindenki, mint most te. Igen, robotot. Most én teszek energiát a robotba, fölépítem, működésbe hozom, és amikor öreg vagyok, majd ő visz engem azért nézzünk erre rá, mert mindenki egy robotot épít, ha tudja, ha nem. Tehát most fölépítesz aktív életkorodban egy olyan szokásrendszert, ami mentálisan, érzelmileg, fizikailag vinni fog téged nem csak akkor, amikor öreg vagy, hanem az után és a következő életedbe. Ezért vigyázzunk. Tehát milyen személyiséget építesz föl, milyen irányt veszel föl, mi az, amit értéknek tartasz, ki az, akit fontosnak tartasz. Tehát ezeket a szokásokat, hogyha fölépíted, azok olyan emberré tesznek, ami lenni szeretnél. Egészséges nézőpont. És akkor innentől kezdve van egy nagyon komoly gyakorlat, amiben magadat és másokat ugyanolyan komolyan veszed, ugyanúgy segíted, és akkor az irányvétel tiszta. Nem lehet, hogy a korábbi szokások akkor visszahúzzanak, mert ahhoz egy teljes párfordulásra, egy negatív transformációra lenne szükség. És azt még nem engeded meg magadnak, mert látod azt, hogy a más irány, vagy a visszafele vezető irány hova vinne. És azt mondod, oda nem akarok visszatérni. Azzá már nem akarok válni. Már eleget szenvedtem. Már eleget voltam az, ami most már nem akarok lenni. És Ezekre a kognitív mágiákra azért van szükség, hogy ez az éhes kutya, ez az intellektus, amely újabb és újabb célképzettel álmodik, ugye, az kapjon valamit, amit követhet. Hogy ne körbe-körbe forogjon, hanem menjen egyenesen. És ha ez megvan, akkor a régi szokások nem fognak tudni visszahúzni úgy, hogy kiveszed belőlük az energiát, és szépen a jövő szolgálatába állítod. Tehát az elfogyott tudattartalmak, Kamatos túl negatív arhetípusokként jönnek vissza. Ezért nem folytjuk el, és hogyan nem folytjuk el úgy, hogy nem ítélkezünk a saját karmánk fölött. Nem mondunk ítéletet a szerep személyiségünk fölött, a múltunk fölött, mások fölött, és ekkor tudunk kikeveredni nagyon komoly helyzetekből az ítéletmentes, tiszta magatartással. Miért? Az emberben a megkülönböztető tudatosság, hogy ez egy műanyag ez meg egy üvegpohár. Ez egy korrekt, megkülönböztető tudatosság, mert ezt a végén össze lehet taposni, hogy térfogatot csökkentsek a szemetesben, ezt nem. Jó? Tehát ez fontos. De ha elkezdek a megkülönböztető tudatosság alapján ítéleteket mondani, amely a megkülönböztetésnek a túlvezérlése, akkor azon nyomban kialakítok szamszárikus ciklusokat, a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, állandó pörgését. Koreaiul ezt one hangdongnak hívják, a one az a kör, a hangdong a cselekedet, tehát bármilyen tudatmozdulat. És akkor évtizedekig, esetleg életeken keresztül körbe-körbe forgok, és el akarok érni valamit, ami mindig előttem van, mint a répa csomó a ló előtt, és sosem érem el, és megyek, és tapasztalok, és fönt, és lent, és stb. stb. Megállítod, kiveszed a korábbi szokásokból az energiát, és egyenesen. Na ez az egyenes, ami nem tér önmagába vissza. Na ehhez kell ezeket a körkörös szokásokat megszüntetni, azokat a mentális szokásokat, amelyek állandóan kimerítenek, amiket úgy ismételsz, hogy már nem hiszel bennük, de megszoktad őket. Azokat érdemes átkonvertálni, átalakítani, hogyan a hitben van az energia, és a tapasztalat alapú hit a megismerés helyes útja. Tehát mind a transzcendens, mind az érzékszerfesz kötött világban a tapasztalatnak higgy. És ez az a tapasztalat, amit szépen pillanatról pillanatra irányba raksz, és követed a helyes irányt. Akkor a helytelen irányba fektetett energia egyszer csak elvész, mert nem hiszel benne. És ha nem hiszel benne, nem gyakorlod. Tehát tapasztalat, hit, energia, cselekvés. Működik. Köszönöm szépen. A kérdésem arra irányulna, hogy beszélsz itt energiát, ide teszek, szokást oda rögzítek. És minden olyan könnyűnek tűnik, amit te mondasz. nehezítsem meg. De az a baj, hogy én azt tapasztalom, és hát persze nem akarom kiterjeszteni, de hogy itt valamilyen érzelmi nehezékek nehezítik az embert. ez. Érzelmi ez nehez, a... hány kilósak, mondja? Hát az enyémek tonnásak, és nagyon nehezen mozognak. És milyen magam. mérlegen mutatják azt a tonnát? Hát, ezt nem tudom, hogy miért a, ez, ez a de... nem tudom, ez nagyon jó. Ugyanis ezek a terhek eredetileg nem léteznek, de mi csinálunk belőlük ilyen elképesztő nehézségeket, akadályokat, és nézd meg az érzelmekhez kapcsolódó ítéletalkotó magatartást. Ebből származik az ítéletalkotásomból? Pontosan. Tehát egy pillanat alatt egy bolhából egy elefántot tudsz csinálni, és utána nem hiszed el, hogy a meglévő elefántból egy újra bolhát tudsz csinálni. Ez nagyon fontos. Eredetileg ezek az akadályok nem léteznek. Az igazi kérdés, hogy hogyan hoztad létre őket. Visszafordítod a folyamatot, és akkor szépen kiveszed az energiát belőlük, és megszűnnek akadályoknak lenni. Van egy tesztüzemmód ehhez. Amikor úgy jól vagy, és a múlt problémája azok úgy eltűnni látszanak. Ülj le, és jázd végig, hogy hogyan tudnád a múlt problémáit újra teremteni. Ez egy borzasztó gondolat. Az emberek ezt nem szeretik. Mert elkezdenek ugyanúgy ragaszkodni a jó állapothoz, a kellemes, békés, boldog állapothoz, mint ahogy a korábbi szokásaik miatt a boldogtalan, helytelen, lefelé mutató, depresszív, széteső állapothoz is ragaszkodtak. Pont ez a lagaszkodás a hiba. Pont ez az azonosulás a hiba. Tehát a tudatban eresszel egy olyan tesztüzemmódot, szigorúan négy fal között, nehogy kilépjél vele a valós életbe, hogy hogyan tudnám a múlt problémáit újra teremteni. Vagy ha frisset szeretnél, akkor egy teljesen új problémát. Habituson múlik. És utána fordítsd vissza a folyamatot, nézd meg, azért jók a múlt mintáj, mert az tagadhatatlan, az megtörtént. Az nem hipotézis, csak újra végignézed, hogy mi volt ennek a gyökere. Ennek a zen kérdése, mert ugye mindenre van zen. Kérdés, mi ez? Honnan jön? Mi ez? Honnan jön? Ez ilyen dupla kérdés. Nagyon hatásos. Mi ez? Honnan jön? És utána szépen leásol a probléma gyökeréig, addig a kezdőpontig, ahonnan azt te kiindítottad, ahol az első hasadás volt, ahol az első illúzióteremtés volt, ahol az első azonosulás volt, az első projekció volt. És hogyha ezt megtalálod, akkor utána azt is meglátod, hogy a reakcióiddal hogyan építetted fel azt a hatalmas nagy problémát, ami például a Sünni és a Nyuszi meséjében nagyon szépen megmutatkozik, ugye? Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz metszően őszintének érdemes lenni önmagunkkal onnantól kezdve van szellemi útunk. És akkor meglátod, hogy a már létrehozott, létező, tornyosuló, tonna nehézségű problémák, azok hogyan jöttek létre. És visszafele fordítod a folyamatot, mert letesztelted magadban, és akkor megszünteted azt, amit létrehoztál. Miért tűnik megoldhatatlanak? Mert kivettük belőle magunkat, kivettük a saját mozdulatunkat, kivettük a felelősségünket, és ha kiveszed a felelősséget, akkor szabadság sincs. Azért érdekes ez, mert a felelősséggel együtt jár a szabadság, és a szabadsággal együtt jár a felelősség. Na, ezt nem szoktuk észrevenni. Ezt általában szétválasztjuk. Amennyiben szétválasztjuk, annyiban tűnnek megoldhatatlannak a problémáink. Tessék a saját kezedet, a saját karmádat, a saját cselekedetet ott mentálisan, fizikailag, szóban felfedezni. Tehát súvok. A templomban háromszor énekeljük el naponta a négy nagy bóthiszatvának a nevét. Mondom először szanszkritó, Avalokitesvara, Manjusri, Ksitigarba, Samantabadra. Koreai-kínai nyelven, Kuanszembo szál, a valókitesvara, Munszubó szál, Manjushri, Dehengbojombó szál, Samanta Badra, Zsidzangbó szál, Xitigarba. Ők felelnek a mi tudatunkban, ugye? Ők a megtestesítői az érzelmeknek, melyek jó esetben együttérzőek, a a gondolkodásnak, mely jó esetben bölcsesség, Munszubó szál, Manjushri, a tetteknek, melyek jó esetben önzetlen cselekvő segítő cselekedetek Samantha Badra, és a helyes beszédnek, amely a másik hárommal összhangban van alsó hangon, és teremtő beszéd is tud lenni legfejlettebb formájában? Nézzük meg az esküket, a fogadalmakat, az elnevezéseket, stb. többi. száll, Sitigarba. Miért tesszük ezt? Jó pár év után kérdeztem csak meg, hogy ugye a mahajánában legalább 108 darab butha és bótiszatva van, de lehet, hogy még több, ez ízvilág és hagyományvonal kérdése. Miért ez a négy? Mert a személyiségünk erre a négy nagy területre jól láthatóan tagolható. Hogy működnek bennünk gondolatok, érzelmek, beszéd és cselekedet. Ha bármelyik kilóg a sorból, abból probléma lesz. Ha az érzelmeid nem arra mennek, mint a gondolataid, az egyik vagy másik, esetleg mindkettő egymásnak feszül, vagy szétesik, azonnyomban probléma. Ha nem mered kimondani, amit érzel a megfelelő pillanatban, akkor probléma lesz. Ha nem mered megtenni azt, amit gondolsz a megfelelő pillanatban, akkor abból is probléma lesz. Tehát a napi háromszori énekléssel, Ezeket a minőségeket tudatosan projektáljuk, tudatosan elgondoljuk. És miután a búthisztatva alakban ezek megtisztultak, szépen introjektálódnak vissza, visszatérnek a tudatba, és az ember utána tudatosabban, helyesebben működik, és megnézi azt, hogy az érzelmei és a gondolatai és a beszéde és a cselekedete ezek egy irányba mutatnak-e. Soha nem lesznek fölcserélhetők. És ez így jó. A gondolat a gondolat, az érzelem az érzelem, a beszéd a beszéd, a cselekedet a cselekedet. Ezek nem cserélhetők föl. De ha nem egy irányba mutatnak, akkor előbb-utóbb a személyiség dezintegrálódik, szakadunk. És ekkor a szakadásnak a látszólagos oka óriási problémát jelent. Nem ott van a probléma, hanem ott, hogy engedtük szétesni. Engedtük szétszakadni. Nem mertünk szembenézni. Nem voltunk elég bátrak, hogy korrigáljunk korábban. És akkor, hogyha a korrekció megvalósul, akkor ezek egy irányba mutatnak. Ezek nem lesznek soha tökéletesen egymáshoz illeszthetők. Mert mi emberek szinte soha nem mondjuk azt, amit gondolunk, nem érezzük azt, amit cselekszünk, és a többi, és a többi. De megfelelően egymáshoz kell ezeknek a minőségnek tartozni. Tehát egy bizonyos hibahatár az vállalható. Egy bizonyos hibahatáron túl szétesünk, vagy másokat is dezintegrálunk, betegek leszünk, az egészség eltűnik. És hogyha túlságosan tökéletesre akarjuk csiszolni, akkor is betegek leszünk, és akkor is dezintegrálódunk. Tehát van egy olyan középút, amikor jól tudunk működni, egészségesek vagyunk, az önkép is letisztul, az önbizalom is megvan, azért, mert nem lók ki belőlünk semmi, és nincsenek olyan űrök belül, amelyeket be kéne tölteni, de nem töltünk be. És emlékezzünk az előző kérdésre, amikor a félelmekről volt szó, és itt mindig az akadály az, ami félelem. Az akadály az a helytelen önképből, helytelen világképből, az illúziókhoz való ragaszkodásból származik, és ez a kérdésed esetében szükségszerűen eredményezi azt, hogy széttagolódik ez a négy személyiség terület, És hogyha széttagolódik, akkor azt újra egyesíteni kell. Ez az újraegyesítés, ez a religió lenne minden vallásnak a dolga. Minden vallás spirituális gyakorlatának ez lehetne a magva. És meggyőződésem, hogy volt időszak, amikor ez is volt. Aztán ez a szellemi ősrobbanás, ami az alapítónak a gyönyörűséges, megvilágosodott tudata, az szépen lehűl, és lesznek belőle keringő galaxisok, galaxis halmazok, naprendszerek, és a többi. Hogy ezért kell magunkban ezt a tiszta fényt tapasztalni, hogy visszatérjünk a szellem kezdőpontjához, és ne a galaxisok és naprendszerek meghatározott pályáiban gondolkodjunk csak, hogy nekem ez a személyiségem, nekem ilyennek kell lennem, nekem csak ilyen érzelmeim, gondolataim és egyebem lehet, hanem térjek vissza ahhoz a teremtő kreatív pillanathoz, ahonnan meglátom, hogy milyen gondolatokat teremtek, milyen érzelmeket, beszédet, cselekedetet és a többi. És ekkor, ha ez a pillanat megvan, akkor sikerülhet egy irányban tartani ezeket. Sikerül a személyiség integrációját, egészségét föntartani, amellett, hogy a szabadságunk is megvan. Az egyik általam kedvelt műben olvastam, hogy, hogy az értelmes ember tehát keresi a helyes választást. És jobb esetben meg is találja, majd azzal homlok egyenest, ellentétes cselekedetre szállja magát. Kedvenc kérdése. Igen? Tehát hogy az emberben elemileg ott van a rombolás vágya is. Uh -huh. És hogy ezt a rombolást ő, tehát úgy írja le, hogy <kül> tehát, hogy valahol fél elérni a célt. Tehát szeret van, aki építeni. Igen. így van. De nem biztos, hogy szeret abban a, szeretne abban a házban lakni is. Igen. Most akkor konkrétizáld a kérdésedet, hogy valójában mit szeretnél kérdezni. Igen. Jó. Uh, tehát azt szeretném kérdezni, tehát hogy az öröm gyakorlatilag az útban leli. Most egy abstrakciót hallok egyes szám harmadik szemében. Ezt fordítsd vissza konkrétumra egyes szem első szemére. Hallgatlak. Tehát, hogy az úthoz való ragaszkodás, az is egy ragaszkodás. Még mindig egy Tehát eszem, harmadik a harmadik szemét hallok. Elérése. Szóval, miért nem váltasz egyes eszem elsőre? Mitől félsz? Valószínű, hogy én is a célba jutástól félek. Például, hogy fölteszed azt a kérdést, ami ott benned van. Ez egy nagy célba jutás lenne. Itt a lehetőség. Hát most összezavartál. <laughs> Ugyan már, ilyen könnyen nem menekülj el. Nem zavarodott össze itt senki, csak most szembesültél valamivel. És én nem fogom ezt a pontot itt fájdalommal fokozni. Adok inkább időt neked, hogy megfogalmazd egyszerűen, tisztán, egyenesben, amit szeretnél. Tehát ez az emberi lét, ami számomra nagyon terhes, és uh, a, honnan ez a, az állítsátok meg a világot ki akarok szállni érzés, gyakran elfog. Tehát lehetséges, hogy ez a lehető legjobb hely, ahol vagyok. Azt tudod, hogy hogy szálltál be ebbe a létbe? szüleim által. Az a test. Hogy szálltál be a létbe tudatilag? Tudod? Akkor nem véletlen, hogy nem tudod, hogy hogy lehet kiszállni. Tehát rakjuk félre a beszállás és kiszállás kényszerű akaratát. Ahogy ezt a bevezetőben mondtam, vegyük tudomásul a lét természetét, ahogy megszületünk, ahogy felnövünk, ahogy megöregszünk, ahogy meghalunk. Nem kellemes, de szükséges. Nem tudod megállítani a világot, de a tudatod az visszatérhet a mozgás elé, a keletkezés és megszűnés elé. Nem tudsz kiszállni, mert nem tudod, hogy hogy szálltál be, de az életed útját azt rendezheted egyszerűre, tisztára, és mehetsz abba az irányba, amelyben hiszel. Cselekedhetsz önzetlenül, amely az egész világnak, a közvetlen környezetednek egyaránt jó. Ez mind lehetséges. De az en útján illúziókat nem fogsz elérni. Semmilyen úton sem, de az en nagyon világos ez ügyben, nem táplálunk illúziókat. Az ezekről való lemondás az úton való haladás előfeltétele. Akkor valójában már el is indultál. Valaki az előbb felvetette itt az érzelmeknek a szerepét, és eszembe jutott egy nagyon jó példa erre. Egy hídon kellett, nagyon rövid leszek, egy hídon kellett átmennünk, egy fa hídon, és valami csend. És én kérdeztem, mert éreztem, hogy valami gond van, az utolsó az apukám volt, aki átjött, hárman voltunk, hogy hogy nem a híd, recsend, á nem valami alatta. Jöttünk vissza, ketten átértünk, az apukám pedig beszakadt a fahíddal, majd a következőt mesélte. Már odafele is gondoltam rá, hogy mit fogok csinálni, ha leszakad a híd. Viszont történt egy nagyon érdekes dolog. Egy, hát egy ilyen patak ment a híd alatt, és mire visszaértünk, bemosta azt a kis mellékvágást a, a föld, és tulajdonképpen a földre esett, nem a vízbe. És két dolgot kérdeztem én így magamba, én megválaszoltam, de nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed erről, hogy a, a helyes beszéd, gondolkodás, tehát, tehát amiket így elmondtál, ugye ez a négy, ez nagyon fontos. De hogy van-e még a szabad akaraton túl, valami, amit én Istennek nevezek, és gondviselésnek, és hogy igazából melyik határozza meg az életünket, és milyen arányban. Most ez tudatosság függvénye, vagy mindenkinek ugyanúgy? <laughs> Lehet, hogy nehéz volt a kérdés, de annyira... Sajta. A szabad akarat, az honnan indul és hol áll meg? Az csak a tiéd, vagy másoké, vagy az egész világnak van ilyen, vagy a világegyetemnek? Mi ez a szabad akarat? Mondd meg nekem. Hát ö, mindenki egy külön lélek. Biztos? És mint... Külön lélek vagyunk? Hát ahogy leszülettem most, igen. Fizikailag külön Így állunk. Van. Tehát testi, mi voltunkban elkülönülünk a többi embertől Így a van. forma szintjén. Ez elfogadható. Lépjünk tovább. Igen. És ennek a léleknek van egy, egy terve, egy, egy gondolata, hogy mit tesz, mit nem tesz. Én ezt ö, az egész életére vonatkoztatva, sőt az egész... Ö, az összes életére vonatkoztatva szabad akaratnak nevezem. Én ezt most így tudnám megfogalmazni. Én ezt nem minősíteném, én arra szeretnék lelkesíteni, hogy fedezd fel a saját meditációs gyakorlatod által, hogy ez az akarat egyezik-e a korábbi karmákkal, vagy sem. Hogy ez hol áll meg, ez megáll a test határánál, vagy pedig esetleg a tudatosság a tér további szegleteibe is eljuthat, esetleg találkozhat más emberek tudatosságával, vagy sem hogy ez a szabad akarat mennyire egyezik az ok és okozat következmény síkjával. Tehát én újra kérdéseket teszek föl, de csak azért, hogy feloldjam azokat a nézeteket, amelyeket most te egy irányba viszel, egy irányba mutatsz velük. Honnan jön ez a terv, ha van ilyen? Hol áll meg ez a szabad akarat? Mitől lesz ez szabad, és mitől lesz ez kötött? hogy vajon azért szakadt -e le a híd, mert jó apád ezt gondolta előtte, vagy pedig elért hozzá az az információ, ami a lineáris időben csak később következett be. Tehát meglátta, vagy megteremtette, vagy a kettő együtt. Ez legyen így konkrétan a meditációnak a tárgya, és én nem fogom véleményezni a válaszaidat. A válaszaid a tieid. Csak azt szeretném, ha látnád, hogy a válaszaid a tudatod minőségétől függenek. Amilyen tiszta és torzítatlan a tükröd, annyira tisztá mutatja a valóságot. Ezért nem fogok azzal foglalkozni, hogy mit teszel a tükör elé. Azzal foglalkozom, hogy milyen minőségű a tükröd. Hogy milyen minőségű ez a tiszta tudatod. Ez fog segíteni neked is, és másoknak is. Remélem, hogy mindannyian együtt fogjuk járni a dharma útját, Mely önmagunk és a világ helyes felfogása, tiszta megismerése, elérjük igazi önvalunk tiszta tapasztalatát, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve magunkat is. Köszönöm a figyelmet!